2018. november 17-én Budapest főváros közgyűlése Budapestőrdíjat adományozott Zóp Kati, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett alkotóművész, Magyarország kulturális nagykövete, a magyar divatszakma ikonikus képviselője számára hazai és nemzetközi elismerés szerző, egyedi stílusú tervező és alkotó munkájáért. Én azt gondolom, hogy én így születtem. Volt is egy pillanat, amikor mondtam, hogy valószínűleg ollóval a kezemben születtem, mert hogy amióta az eszemet tudom, azóta mindig csinálok valamit a textillel, nagyon gyakran persze ruhát. Az volt a gyerekkori vágyam, hogy én jelmeztervező lehessek, de erősebb volt a divat felütése, és abban hamarabb találtam egyfajta utat, vagy lehetőséget, vagy egyéni hangot, és tulajdonképpen nekem a divat hozta meg a színházat igazán. Tehát, hogy én mindig is dolgoztam színházban, ez a mi műhelyünk, ez az egész a szalon, ami most már évtizedek óta az én második otthonom, ez eredetileg színházi jelmezműhely volt, de nagyobb volt a divat üzenet ebben, és nagyobb volt az igény a divatra, azt gondolom, és valahogy ez a divat kiszorította a színházat. Rettenetesen sok minden van a divatban, mert az innovatív elemektől a kulturális elemekig mindent jelent a divat. Ez egy kommunikáció, egy művészet, egy ipar, egy kereskedelem, tehát óriási hatással van ránk, és nyilván hihetetlenül inspiráló látni, hogy változnak szezonról szezonra mondjuk a trendszínek. És nekem is vannak ötleteim persze ezekhez a színekhez. Ez egy nagy játék, és kicsit sajnálom, de majdnem igaz, hogy az a Budapest, ahol 30 éve minden második sarkon volt egy divatszalon, és ez a bizonyos Kelet-Párizsa attól volt, hogy Budapesten rengeteg divatszalon volt, ez a Budapest ma nem büszkélkedhet olyan sok divatszalonnal, sőt, majdnem mondhatom, hogy a miénk az utolsó, az a bizonyos klasszikus divatszalon. És emiatt egy kicsit szomorú vagyok, hogy ezt viszont milyen nagyon zártan működtetjük, és lehet, hogy kicsit nyitottabbakká kellene válnunk, hogy több lehetőség legyen megismerni minket. Egy ilyen igazi katarzis volt az életemben, amikor a FINA nyitó ünnepségén tulajdonképpen egy történelmi összefoglalót adtunk a kortárs hangulatban, és az Anna Bál közel 200 évét jelenítettük meg. Tehát ott kint a vizen, ebben a városméretű díszletben, hogy a budai vár is a díszlet része volt, meg a pesti Dunapart, egy 40 méteres színpad és 150 lány, és egy hosszú történelmi korszak, ami a divat változásait bemutatta, és olyan katartikus élmény volt, gyönyörű ez a város, és milyen hihetetlen, hogy én kaptam egy ilyen lehetőséget. Szóval ez, azt gondolom, hogy ez így az egész életemre egy ilyen meghatározó élmény marad. De először is most lekenyerezett Budapest, legyünk őszinték, hogy kicsit zavarba is jöttem, mert vannak városok Magyarországon, amelyeket én többször emlegetek, mint Budapest. Megérintett, hogy én Budapestről egy ilyen elismerést kaptam.
meg kell tanulnom többet beszélni Budapestről, mert hogy hihetetlenül inspiráló város. Én az a budapesti vagyok, aki képes meghatódni egy világítástól, tehát hogy így követem, hogy fejlődik, hogy veszi a korszerű életmód birtokba a városnak újabb és újabb részeit, és állandóan ötletem van, és állandóan izgulok egy-egy épületért vagy térért. És hát annyira gyönyörű ez a város, ahogy jövünk az, és hogy megérkezünk, hogy micsoda lehetőségeink vannak, és azt gondolom, hogy egyre jobban használjuk. Hát rajongó Budapestért.